Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. A ma este egy nagyon érdekes című és témájú webkonferenciának lehetnek a szemés főtanúi. A mai webkonferenciát két dolog is ihlette, talán három, hogyha szabad ennyi műhelytitkot elárulnom kereszt. Az első az, hogy teljesen le vagyunk nyűgözve Hammer Doktor Mástmentemétyen című dalának a hatásaitól, illetve azoktól az esettektől, amiket a Hammer Doktor a Más Studentem Mégyen című könyvében leír. A következő eset a 24. eset lesz, amely azért is nagyon lényeges, hiszen a múlt héten az egyik kedves hallgatónk egy olyan kérdéssel állt elő, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik valamilyen fejlődési hátrányban szenvednek. És azt hiszem, hogy itt van a következő aktualitás is ennek a mai webkonferenciának, hiszen 2 hete kezdődött meg az iskola, és azt hiszem, hogy rengeteg kisiskolás nézett már szembe valamilyen nehézséggel, de hogy hogyan lehetne nekik segíteni, és nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, a következő előadásból tudhatjuk meg, amelynek címe Mentő szülőknek és gyermekeknek. A gyermekek szellemi fejlődése a Más Tudentem Mégyen segítségével lesz bemutatva a 24. eset bemutatásával. Ma esti előadónk is, mint minden este, minden kedd este, dr. Budai László Károly, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és germánygyógytudományterapeuta. Fogadják őt nagy szeretettel! Köszönjük szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és nyilván, hogy nem lehet germán gyógytudományról beszélni anélkül, hogy ne méltatnánk Hammer doktor személyiségét és munkásságát. Illetve röviden nem foglalnánk össze az 5 biológiai természettörvényt, mert annak ismerete nélkül hát elég érdekes lesz, hogy ki mit ért meg ebből az egész mai előadásból. Tehát mindenkit szeretnék megkérni, hogy az 5 biológiai természettörvényt abban a formában, ahogyan elérhető a weblapról nézze meg, mert a teljes információt ott tudjuk átadni. Itt éppen csak ismétlésképpen néhány gondolatot, alapvető dolgot fel fogunk ebből idézni. Tudjuk jól, hogy Hammer doktor a germán gyógytudomány felfedezését egy családi tragédiának köszönheti, ugyanis 19 éves fia a karjai közt halt meg, pedig 111 napon keresztül küzdött az életéért. A tudományát először új medicinának nevezte, aztán később nevezte a germán gyógytudománynak, mert nagyon sok új medicina volt már a piacon, és hogy megkülönböztesse mindazt, amit ő fedezett föl, ezért germán gyógytudománynak nevezte. A felfedezésének a lényege az, hogy most már tudjuk, hogy mi a betegségek kialakulásának valós oka. Vagyis mindig egy olyan lelki megrázkódtatásról van szó, egy nagyon súlyos érzelmi konfliktusról, amit magányosan éltünk meg, és benne ragadtunk a konfliktusban. Tehát hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkező érzelmi megrázkódtatásról van szó, egy súlyos történetről, és ilyen az életünkben mindig elő fog fordulni. Ez ellen nincs semmilyen, hát hogy mondjam, védekezésünk, vagy mi nem tudjuk ezt elhárítani. Viszont azt, hogy mennyi ideig ragadunk benne a konfliktusban, illetve mennyire magányosan éljük meg, vagyis nem beszéljük meg senkivel sem, ez csak is kizárólag tőlünk függ. Márpedig ez a két utolsó történet lesz az, ami meghatározza, hogy a váratlan esemény következtében meddig lesz a szervezetünk konfliktus aktív fázisban. Ezt az 5 ismérvet, amit itt látunk, Hammer doktor DHS-nek, vagyis Dirk-Hammer szindrómának nevezte, és ez az, ami elindítja bennünk a biológiai választ, hiszen a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el szervi elváltozást, vagyis nincs szervi elváltozás a testünkben, fel nem oldott lelki megrázkódtatás nélkül.
Nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe a balesetek, mérgezések, hiányos betegségek, illetve orvosi műhibák által keletkezett hát egyéb elváltozása. Azt is kell tudni, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között megéltük a konfliktust. És ezután már minden konfliktus nélkül csupán a körülmények jelenlétében emlékeztető jellegéből adódóan már újra elindul az értelmes biológiai különprogram. Ez annyit jelent, hogy mindaz, ami a szervezetünkben történik, annak értelme van. Nekem nagyon tetszik ez a szó, hogy sinek. A sínpályáról azt tudjuk, hogy az egy kötött pálya, tehát nem tud másfelé kanyarodni a biológiai értelmes válasz, mint azonos irányba, amerre a sinek visznek. Mennyire képletes ez az elnevezés, igen. Hiszen ha ugyanazokkal a körülményekkel találkozunk, akkor ugyanúgy fogunk reagálni a biológiai szinten, mint akkor, amikor a konfliktus megért. Ez teljesen természetes és teljesen normális, hogy ez így történik. A lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy mindaz, amit egy érzelmi konfliktus indított el a szervezetünkben, ha azt mi érzelmileg oldjuk meg, akkor a sinek eltűnnek. Ha viszont nem oldjuk meg érzelmileg, azt tudni fogjuk, mert a sinek újra és újra beindítják konfliktus nélkül ugyanazt a történetet, ami valójában még mindig nincs feloldva a szervezetünkben. A rák-vas törvénye az első biológiai természet törvény volt, amit Hammer doktor felfedezett, és már ennek ismeretében tudta igazolni, hogy 10 millió az egyhez a bizonyossága annak, hogy a germán gyógytudomány, vagyis a rák-vas törvénye, az első biológiai természet törvény megállja a helyét. Aztán telt az idő és újabb törvényeket fedezett fel, összesen 5 biológiai természettörvény. Az első biológiai természettörvényhez hozzátartozik az is, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát nem az fog számítani, hogy mi történt az adott helyzetben, hanem az számít, hogy én ezt hogyan éltem meg. És itt van az a példa, amit már többször elmondtam, legutóbb a nőgyógyászati, illetve a női biológiai programokkal foglalkozó előadásban, hogy az a történet, hogy egy hölgy hazamegy, és a férjét váratlanul, meglepetésszerűen egy másik nővel ott találja az ágyba, az, hogy milyen biológiai programot indít el ez benne, ez csak az ő megélésétől fog függni. A második törvényben Hammer doktor leírja, hogy mi történik a DHS után. A DHS, Dirkheimer szindróma, első biológiai természettörvény, tehát mit mondtam, váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amiben beleragadtunk. Na most ez az, amin tudnék változtatni, és ha én nem ragadnék ebbe bele egy hetet, egy hónapot, egy évet, vagy 10 évet, akkor nem lenne ilyen gyönyörű, szép, hosszú konfliktus aktív fázis, mert ameddig nincs feloldva a konfliktus, addig a biológiai program konfliktus aktív szakaszban van. És ennek biológiai értelme van, hiszen a konfliktus aktív fázisban mindazt, amit lelkileg nem tudunk megoldani, arra kapunk egy biológiai választ. Tehát valamit nem tudok megemészteni, akkor emésztő nedveket fogok kapni azért, hogy az emésztést el tudjam végezni. Ha valamitől el akarok választódni, akkor viszont érzéketlenné fogom tenni azt a felületemet, ami hozzám ér, hogy ne érezzem a közelettét, vagy az érintését annak, akivel elválasztási konfliktust élek meg. De ugyanez lesz a biológiai válasz akkor is, amikor nagyon szeretnék valakit megérinteni, de az elszakadt tőlem. És ebben nem megyek bele részletesen, hogy ennek hogyan valósul meg a biológiai értelme. A lényeg az, hogy aki részleteiben ismeri ezeket a különprogramokat, értelmes biológiai különprogramokat, amiről Hammer doktor beszélt, ezekben mindben érthetővé válik minden olyan dolognak a létezése,
amit mi eddig értetlenül néztünk. Most a konfliktus aktív szakasz hossza és a konfliktus intenzitása ereje el fogja dönteni, hogy ez a kékszínű terület, a konfliktus tömeg milyen nagy lesz. Tehát lehet hosszú időn át valami konfliktus aktív fázisba, vagy rövid időn át nagyon súlyos érzelmekkel megterhelve, és a terület nagyjából ugyanaz lesz. Ez alatt az idő alatt éljük meg a stressznek a tüneteit, mert ugye egyfolytában ezen jár az eszünk, amit érzelmileg nem tudtunk megoldani, ezért éjszaka nem tudunk elaludni, vagy ha elalszunk, fölébredünk, nincs étvágyunk, nem táplálkozunk rendesen. A stressz tüneteinek megfelelően emelkedik a pulzus, a lélegzetvétel száma, emelkedik a vérnyomás, izzad kezünk, lábunk, feszültek, idegesek vagyunk, és természetesen, mivel nem táplálkozunk rendesen, ezért le is fogunk fogyni. A kérdés csak az, hogy hány ilyen programot futtattunk párhuzamosan az életünkbe, és ezek milyen hosszú ideig tartanak. Hammer doktornak egy másik könyvében, a Celler dokumentációban nagyon szépen grafikusan ábrázolja az esettörténetek leírásakor, hogy egyszerre párhuzamosan milyen csiralemeznek megfelelő szöveteinkben, milyen programok futnak, és ezeknek milyen hatásuk lesz. Tehát nehogy azt higgyük, hogy egyetlen program fut valakinek a szervezetébe, ebből következően nem sinek, hanem pályaudvarok vannak már a fejünkben. És ezért nem a sinekkel kell foglalkozni, hanem a konfliktus valós megoldásával. A sinek azért nagyon jók, mert segítenek megtalálni nekünk a valódi konfliktust, vagyis a DHS-t. Na most, amikor eljutunk a megoldáshoz, az egy másik kérdés, hogy hogyan, ugye a KM a konfliktus megoldását jelenti, a biológiánk helyreállítja mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban elkövetett a túlélésre. Ez a helyreállítás két szakaszban történik, van egy exudatív fázis, itt az első piros területtel jelzett rész, és természetesen van egy második rész is, az úgynevezett hegesedési fázis, amire éppen most mutatok. A kettő közt pedig látjuk ezt a felfele csúcsosodó, világos kék színnel jelzett részt, amit epileptoid krízisnek nevezünk. Mi történik a három szakaszban velünk? Most, amikor a konfliktus megoldása megtörténik lelkileg, érzelmileg, ugye ez a legjobb, vagy éppen egy másik dologgal vagyunk elfoglalva, tehát ez a program akkor átmegy a megoldásba, akkor kiüt rajtunk a fáradtság, az adott esetben a láz, a gyulladás minden tünete, fájdalom, duzzanat, pirosság, és a működés csökkenése természetesen, duzzad a szervi szinten az a részünk, ami érintett, de duzzad, az agyirelé is, ne felejtjük el, lélek, agy, szerv szinten történik minden. És amikor érzelmileg megtörténik a megoldás, akkor ez az agyirelében is ödémát fog előidézni, lásd agydaganatokról szóló előadás. A jó hír az, hogy ez a fejfájás és ez a gyengeségérzet megszűnik az epileptoid krízisben, ami egyben a legveszélyesebb része is a gyógyulás szakaszának. Itt megszűnik a fejfájás, mert kipréselődik a víz, mind az agyi központból, mind szervi szinten, és több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyit megittunk. Ugyanakkor fokozódni fog a görcsös fájdalom, az izomrángás, ami a haláncsikolt izmoknál epileptoid krízis, epilepsziás görcsrohamot jelent, a sima izmoknál nagyon erős hasi görcsöt, bélkólikát, vagy más sima izom területen létrejövő izomgörcsöt, összehúzódik például az Oddi-féle záróizom, és akkor az epekrízis gyönyörűen élvezhetjük, de utána jön a, megint a hegesedési fázis, amikor újra meleg lesz a kezünk, meleg lesz a lábunk, és extrém fáradtságot érezve csak annyi dolgunk van, hogy kivárjuk a program kifutásának a végét. Ez nagyon röviden összefoglalva mindaz, ami biológiailag történik bennünk, de természetesen, hogy ez egy általános leírás, más és más tünetei lesznek az embernek, attól függően,
hogy milyen szervéről van szó. A krónikus betegségek azért alakulnak ki csupán, mert nem tanultunk meg jelen lenni a pillanatban. És ha meg se oldjuk a konfliktusunkat, akkor annak az lesz a következménye, hogy teljesen lemerül a szervezetünk. Ha nem érzelmileg oldottuk meg a konfliktust, és volt ideje kifutni az egész programnak, akkor ha újra sínre kerül a konfliktus, akkor újra végig fog futni az egész program. Ez abban az esetben történik meg, amikor a sínek ritkán jelennek meg, mondjuk hetente csak egyszer. Akkor minden héten lesz adott körülmények közt egy epekrízisem, egy csípőízületi fájdalmam, egy bélkólikám vagy egy epilepsziás görcsrohamom. A kellemetlenebb a függő gyógyulás, mert azért függő, mert a gyógyulási szakasz fel van függesztve. Nem tud kifutni, amint látjuk, mint a fentebbi ábrán. Ezek a kék szakaszok itt újabb és újabb rövid konfliktus aktivitást jelentenek. Tehát túl gyakran kerülünk sínre, el se jutunk az epileptoid krízisig, ezért a gyulladás tünetei fognak dominálni a szervezetünkbe. És ennek megfelelően Hammer doktor tudományos táblázatából már is még újabb hármat írhatnánk meg, annak függvényében, hogy az adott program nem lesz megoldva, vagy policiklikus, vagy függő gyógyulás lefolyást fogja mutatni. Természetesen ezeknek a történeteknek mind-mind külön nevük van a medicinában. A betegségek kialakulásának megértéséért Hammer doktor visszalapozott az embriológiába, az egyetfejlődést újra tanulmányozta, és megfigyelte, hogy adott szervünk, adott szövetünk ugye mindig a valamelyik csirralemezből alakul ki. Tudnunk kell, hogy minden szervünk, minden szövetünk három csirralemezből alakul ki, a belső sárgával, középső narancssárgával, és a külső vagy piros színnel jelzett csirralemezből, mint az elültetett magból a növénynek minden része. És ezek a sejtek egy életen át megtartják azt a működést, amit az adott csiralemezhez kötötten magukkal vittek. Nem fognak elköltözni és más feladatokat ellátni. Például a sárga mezőbe, a belső csiralemezhez tartozó prostata sejt soha nem fog elköltözni a csontunkban, hogy ott úgynevezett metasztázist, áttétet képezzen, mert ez egy biológiai képtelenség. A csontjaink a narancssárga mezőbe tartoznak. Úgyhogy ha az alapokat rendbe tesszük, akkor logikus következtetéseket fogunk levonni abból, ami a biológiánkban történik. Ha nem tesszük rendbe az alapokat, már pedig ezt minden orvos tanulta, akkor sajnos a különböző elképzelések mentén fogunk áltudományos dolgokat állítani. Ezek hipotézisek, elképzelések, amelyek nincsenek bebizonyítva, de ha túl sokáig ismételgetjük, akkor az már teljes igazságként fogjuk tekinteni a továbbiakban. Nos, a belső csiralemez röviden azokat az életfeltételeket biztosítja számunkra, azokat a szerveket, amelyek biztosítják számunkra a levegőt, a vizet és a táplálékot, mert ezek nélkül ugye nincs élet. Ezeket a szerveinket, illetve adott szerveinkben ezeket a sejtjeinket mindig az agytörzs irányítja, a legősibb agyi részünk. És minden esetben először sejtet építek a cél érdekében, és gyulladásos folyamatok közepette lebontom a felesleges sejteket a megoldási szakaszban. Amikor önleértékeléssel, vagy a támadással, gondozással kapcsolatos érzéseink vannak, akkor a mezoderma, vagyis a középső csiralemez sejtjeibe fognak ezek becsapódni. Mégpedig a következőképpen. A gondozással, támadással, bemocskoltsággal kapcsolatos érzéseket agyi szinten a kisagy reléjé fogják, és innen indulnak ki azok a parancsok, amelyek érintik a hozzá kötődő sejteket, ezek kérem szépen az irhának a sejtjei, valamint a burkok, a hashártya, a mellhártya és szívburok.
Ezekben a szervekben mindig először, ugyanúgy, mint az előbb is említettem, sejtszintű szaporodás indul be, majd a megoldásban a felesleges sejtek lebontása történik. A támadás bemocskoltsága az írha szöveteit érinti, tehát nem csak a sejtjeit, hanem a járulékos szerveit is, mint verejték és fagyumirigyek. Viszont a gondozási konfliktus, vagyis az, amikor túlzásba viszik az aggódást valakinek a problémái miatt, akkor ezek a dolgok az emlőmirigybe fognak becsapódni, itt fog elindítani szervszintű, sejtszintű szaporodást. Ez lesz az emlődaganat egyik oka. Ez azért van, mert embriológiailag az emlőmirigynek a tejtermelő hámja az írhához tartozik, és a középső csiralemezből fejlődik ki. A fehér állomány azokat az érzéseinket rögzíti, amelyek az önleértékeléssel kapcsolatosak. Az önleértékelés pedig mindig önpusztítást jelent, vagyis itt a konfliktus aktív szakaszban, mindig a sejtek sorvasztásával indítjuk el a programot, azért, hogy a program végére a sejtek túlszaporításával erősebb szöveteket hozzunk létre, mint amelyek nem voltak megfelelőek. Mert ugye az önleértékelésre a biológiám lebontja azt, ami van, hogy helyette jobbat tudjon építeni. Vagyis ennél a programnál a biológiai értelem a második fázisban, a megoldási szakasz végén valósul meg. Ide a mozgással kapcsolatos szövetek tartoznak, mint csontszövet, ízületek és hozzátartozó szallagok, izmok, a hozzátartozó erek, osztógyűjtő nyirokerek, valamint a kötőszövet és zsírszövet. Tehát ezekben mindig a konfliktus aktív szakaszban először sejteket bontunk tünetmentesen, viszont a megoldási szakaszban jön a fájdalom. A harmadik csiralemez, a külső csiralemez vagy ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja. Ez a legkomplexebb feladatot betöltő agyi részünk. Itt a piros baba az elválasztási konfliktust ábrázolja, amiről már az imént beszéltem, tehát konfliktus aktív szakaszban sorvasztjuk a sejteket pontosan azért, hogy az elválasztást meg tudjuk oldani érzéketlenség és zsibbadás fellépésével. Ez neurodermitisnek nevezik a bőrgyógyászaton. Aztán a megoldási szakaszban, mikor visszaépítjük a lebontott sejteket, hát fokozott érzékenység fog fellépni, viszketéssel, fájdalommal, esetleg hólyagosodással. Nem csak az elválasztási konfliktusokat, hanem a birtok konfliktusokat is az agykéreg vezérli. Ez egy külön fejezet a germán gyógytudományban. A birtok valójában az, amiről mi azt hisszük, hogy a mi tulajdonunk. És amikor ezzel a tulajdonnal történik valami, arra a biológiai választ fogunk kapni. Ha féltjük a birtokot, tágulni fognak a hörgőink azért, hogy több levegőnk legyen ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a birtokunkat. A gyógyulási szakasz tüdőgyulladás. Amikor elvesztettük a birtokot, és küzdünk azért, hogy visszaszerezzük, akkor a szívkoszorúerek fognak tágulni, anginás fájdalom kíséretében, konfliktus aktív szakaszban, és a megoldási szakaszban ez az egész lebontott rész tünetmentesen fog visszaépülni, viszont az epileptoid krízisben hatalmas szorító mellkasi fájdalmunk lesz, amit rögtön infarktusnak fognak diagnosztizálni, pedig itt csupán az erekről van szó. Nem folytatom ezeket a történeteket, a birtok konfliktusokat, de tudnunk kell, hogy a haráncsikolt izmoknak a központja is itt van, vagyis innen indulnak ki az akaratlagos mozgások. Márpedig tudnunk kell, hogy a szív haráncsikolt és sima izomszövetnek a keveréke. Tehát nagyon érdekes az, hogy a szívizom infarktus hogyan alakul ki. Akit ez érdekel, nézze meg az erről szóló webkonferencia anyagot. Az érzékszerveink is minden információjukat az agykéreg valamelyik részére fogják küldeni. A látóközpont itt van a nyakszirti részen,
Vagyis az a bizonyos dolog, amit mi látunk, az a kép, az egy virtuális kép, amit mindig fejjel lefele érkezik, de az agyunk megfordítja a többi érzékszerv által kapott információ alapján, és ez a virtuális kép háromdimenziós állókép lesz, és ez az egész a látóközpontban itt hátul alakul ki. De ide csapódnak be azok a félelmeink is, amik a múltból, vagyis hátulról érkeznek. A homloklebenybe pedig becsapódnak azok a félelmeink, amelyek a jövőből érkeznek. Ha ez a kettő egyszerre van jelen, akkor meg migrénes fejfájásunk lesz. Nos, nem részletezem tovább ezt a táblázatot, de ez nagyon konkrétan mutatott rá arra, hogy honnan kell kezdeni a dolgoknak a megértését. És ha most újra megnézzük a Hammeri iránytűt, vagyis a konfliktus aktív és megoldási szakaszt, akkor tudhatjuk az elmondottak alapján is, hogy a konfliktus aktív szakaszban vagy sejtet építek, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok, ezt az agykére képes megcsinálni. És természetes, hogy a megoldási szakaszban ezeket a dolgokat pont fordítva csináljuk. Tehát, hogyha a konfliktus aktív szakaszban én a mandulámat, sejtjeit felszaporítottam, a vastagbél sejtjeit felszaporítottam, vagy a pajzsmirigy sejtjeit felszaporítottam, akkor a megoldási szakaszban ezt le fogom bontani. Nyilvánvaló, ha elakad a gyógyulási szakasz, akkor egyre több sejtet fogok lebontani, és mondjuk kialakul a pajzsmirigy elégtelenség. Ha a konfliktus aktív szakaszban sejteket sorvasztottam, mert önleértékelést értem meg, mert elválasztási konfliktust értem meg, akkor ezt a megoldási szakaszban vissza fogom természetesen építeni. A működésváltozásnál a sejtekkel, tehát az idegrendszerünk nem foglalkozik a sejtek számával, viszont blokkolni tudja bizonyos sejteknek a működését. Így leszünk átmenetileg cukorbetegek, és ha megoldjuk a konfliktust, az ellenszegülést vagy ungorfélelmet, akkor vissza fog állni a normális cukorszint a megoldási szakaszban. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen egyszerű, logikus és érthető magyarázata annak, hogy hogyan működünk. Ráadásul Hammer doktor arra is rájött, hogy a bennünk élő, még egyszer mondom, a bennünk élő mikroorganizmusok, vagyis gombák, TBC baktériumok, baktériumok és vírusok, ezek mind-mind a csiralemezhez kötötten segítenek nekünk a sejtek lebontásában, vagy a sejtek visszaépítésében. Az ötödik törvény szerint pedig rájövünk arra, hogy minden, de minden, ami történik a szervezetünkben, az nem ellenünk történik, hanem értünk történik, hiszen minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. 10 éves gyereket is megkérdezve pontosan elmondja, hogy igen, minden, ami kint a természetben történik, annak az az értelme, hogy az élőlény fennmaradjon és szaporodjon. Én úgy gondolom, hogy ez megint teljesen egyszerű, logikus magyarázat mindarra, ami történik bennünk, és ennek a megértéséhez csak józan észre van szükség, és esetleg néhány eddigi hibás ismeretnek a zárójelbe tételéről volna szó. Na most a 24. esetre rátérve, ami a My Student and Mayhem című könyvben van leírva, ez egy fantasztikus történet, és arról szól, hogy 7 hónap alatt a nullás érettségről 13-as érettségi szintre fejlődött egy kislány. De mi is ez a My Student and Mayhem? Hammer doktor a következőket írja első könyvében erről a arhaikus dallamról. Kevés ilyen egyben örömteli és félelmetes dolog lepheti meg már egy ilyen vén rókát az életében, mint engem. Ezen kevés meglepetés közé tartozik egyik saját szerzeményem, a My Student and Mayhem. Ezt a dalt időközben már terápiás szenzációnak is nevezhetjük. Ezt egy 7 éves osztrák kislány fedezte fel, akinek krónikus sárgasága hepatitisze volt. A szülők sok hónap után teljesen el voltak keseredve, mert az állapotában nem akart beállni a javulás. Az apa, idézőjelben, véletlenül megvette a könyvemet, és amikor a kislány belépett a szobájába, ő éppen azt nézegette és hallgatta a könyvhöz mellékelt CD-t, a My Student and Mayhem.
című dalt. Így a kislány is látta, hallotta azt, majd könyörgött. Apu, kölcsön adod nekem azt a CD-t, szeretném a szobámban tovább hallgatni. Mire az apa? Hát persze, ha szeretnéd hallgatni. De még mennyire, hogy szerette. 3 napon át éjjel-nappal non-stop hallgatta az ismétlő programmal ugyanazt a dalt, annak mind az 5 verszakát. Az apa először vidáman, majd érdeklődéssel kísérte figyelemmel, majd úgy vélte, hogy kell legyen ennek a valamilyen biológiai értelme, különben a kislánya nem akarná folyamatosan ezt hallgatni. Egyébként a mesterületen méhennél ártatlanabb dolog talán nincs is. És lásd csodát, amikor a kislány konfliktusa hosszú hónapokig folyamatosan kiújult, és a kiújulás után mindig következett egy megoldás követő fázis, vagyis sárgaság, vagyis bizonyára mindig újra és újra álmodta a biológiai konfliktusát, ez a recidiva, a család már attól félt, hogy ez a krónikus hepatitis soha nem ér véget, és ekkor lépett közbe ez a csodálatos fenomén, aminek hatására néhány nap leforgása alatt elmúlt az egész őrület minden tünetével együtt. Eltűnt a sárgasága, a széklet elszíneződésével, a sötét színű vizelettel, a bőr sárgaságával, a viszketéssel és fájdalmakkal, sőt a hányással és gyomorgörcsökkel együtt. Ezzel nagyon elcsodálkozott a család. Mosolyogtam magamban, és boldog voltam attól a megfigyeléstől, hogy egy 7 éves kislány helyesbítette ki az intuitív, de mondhatjuk ösztönszerű intuíciójával a zeneterápiáról alkotott tudományos elméletünket. A kislány egész egyszerűen tudta, hogy mit tesz jót neki. Még most is néha odasompolyog az apuk a számítógépéhez, hogy meghallgassa kedvenc dalát, ahogy ő mondta. Nos, ezen a képen láthatjuk a Hammer doktor feleségét, hiszen a 20 éves házassági évfordulóra írta Hammer doktor ezt az egyszerű daloskát, és benne van a konfliktus aktív és megoldási szakasz mind a dallamban, mind pedig az 5 verszakos szövegben. Láthatjuk a dallam ívét és a hámeri iránytűnek az ívét, mennyire szinkron futnak egymással, de erre még a következőben kitérek. Most pedig hallgassuk meg ezt az esetet. Az anya a következőképpen számol be a gyermekéről. Júlia 12 évvel ezelőtt egészséges gyermekként született. Normálisan fejlődött. 2,5 éves korában mi szülők felfigyeltünk arra, hogy Júlia még nem tud beszélni, míg a többi hasonló korú gyermek már folyékonyan beszélt. Júliát számtalanszor megvizsgálták, eredmény azonban nem született. Egy pszichológusnő azt tanácsolta, hogy Júlia menjen óvodába. A kislány ezt traumaként élte meg. Nagyon nehezére esett, hogy az édesanyja nélkül idegenek között maradjon. Júlia igen nyitott teremtés, könnyen barátkozik még ismeretlenekkel is. Gyakran igen mély emocionális állapotba kerül. Az egyik pillanatban nevet, a következőben pedig már sír, anélkül, hogy tudná, hogy miért. Nehezen jegyzi meg a feladatokat, és azok megoldása, és ezzel kapcsolatban is igen sok problémája van. Az arcukat azonban nagyon jól megjegyzi. Nem ismeri a betűket, az iskolában egy délelőtt alatt egyetlen betűt ismert fel, s rövid idő múlva mindezt ismét el is felejtette. Amióta a mesterületen mindjárt hallgatja, néhány nap alatt 14 betűt ismert fel, és tudta azokat asszociálni. Ez hihetetlen előrelépést jelentett ilyen idő alatt. Júlia nem játszik azonos korúakkal, sokkal szívesebben van felnőttek társaságában, és nagyon szívesen áll a középpontban. 3 fiatalabb fivére van. Az 5 éves fivérének, Hubertusnak is van problémája, mégpedig az, hogy nagy dolgát végén végezze el. Gyakran becsinálom a drágjába. Bekapcsoltuk Júlia számára a mesterületen mégyen, és a dalt Hubertus is hallgatta alvás előtt és alvás közben is. Szép lassan eltűnik Hubert problémája. Ehhez még előfordul, hogy becsinál, de a helyzet sokkal jobb, mint korábban volt. Ennyi volt az anya rövid összefoglaló levele Lengyelországból, amit eljött a tortám doktorhoz. Az előbb azt olvastuk, hogy egyik pillanatban sír, a másikban pedig nevet. Hogy ezt megértsük,
szintén ebből a Meister Dentem Mädchenből hozom ezt a képet, amiben Hammer doktor bemutatja, hogy ez a hangulatváltozás minek a következménye. Megint csak a sinekről van szó. Tehát amikor akárki egy olyan sínre lép, ami őt, ami a női birtokzónába csapódott be, és a női birtokzóna ezáltal lezár, ebből következik, hogy a viselkedése mániás lesz, hiszen szabaddá válik a férfias birtokzóna. Ha viszont az a konfliktus a csapódik be, ami a férfias birtokzónában, amelynek a férfias birtokzónában van a Hammeri góca, akkor a férfias birtokzóna lesz lezárva, és a női oldal nyitása miatt lesz depresszív az illetőnek a viselkedése. Tehát a sinek fogják meghatározni a mérleg szabályai szerint, hogy mikor mániás és mikor depresszív valaki. De éjszaka a másodéten méken letranszformálja ismét a pszichózis. Az anyag következőképpen ír erről. Júlia 12 éves, fél éve hallgatja Dr. Hammer zenét. Mielőtt elkezdte a dalt hallgatni, mindössze két szót és két betűt ismert. Gondja volt az emlékezetével és a koncentrációval. Ez volt az oka annak, hogy integrációs osztályba került, ahol azonban stagnált a fejlődése. Senki nem vette Júliát komolyan, és senki nem gondolta, hogy Júlia egyszer teljesen normális gyermek lesz. Egy, a Meisterdöntő Mädchen hallgatásával eltöltött este és éjszaka után valami váratlan dolog történt. Néhány nagyszerű asszociáció elismétlése után Júlia 8 betűre vissza tudott emlékezni, a következő napon pedig már 12-re. Mostanában Júlia magánúton zeneórákat vesz. Kezdetben sem a szöveget, sem a dallamot nem tudta még megjegyezni és elismételni, most azonban már 4 ismétlés után megjegyzi ezeket. Az a képessége, hogy a dolgokat megjegyezzen, hallatlanul sokat fejlődött. Tehetség az éneklés tekintve is fejlődött, valamint elkezdte a gondolatait mondatokba fűzni, és sokkal több szót ismer, mint korábban. Júlia megszerette a tanulást. Állandóan nyaggat, engem, mint édesanyját, hogy vajon járhat-e majd rendes iskolába. Tekintettel arra, hogy ilyen jelentős fejlődést ért el, mi a szülők, és azt tervezzük, hogy egy másik iskolába járatjuk el. Júlia nagyon szívesen nézeget fényképet, és a részleteit is megjegyzi. Ő az első például, aki megjegyzi, hogy a tanárnőnek, vagy valamelyik ismerősnek új frizurája van. De a lakáson belüli változásokat is azonnal észreveszi, például az új függönyöket. Julia szívesebben hallgatja Meisterdöntő Mädchen éjszakai változatát, és a zene nélkül nem tud elaludni. Ez volt Julia édesanyjának a levele Hammer doktorhoz. Júlia nem csak az intellektuális lemaradását hozta be 7 mérföldes csizmával, hanem egyre érettebb is lett. Ilyen még soha nem történt, hogy egy gyermek a nullás érettség szintjéről egy fél év leforgása alatt a 7. osztálynak megfelelő érettség szintjére jusson. Ezeket az információkat a gyermek édesapja és nagynénye közölte Hammer doktorral, valamint azt is, hogy maguk a tanárok is azt tervezik, hogy gimnáziumba küldik Júliát. A szülők nem ismerték a germán gyógytudományt, egyszerű emberekről van szó. A gyermekeknél szemmel látható, ha konfliktusuk van, és az is szemmel látható, hogy nem tudják megoldani. Nagyszerű dolog az, hogy a más tudatemléken más anyanyelvű gyerekeknél is sikerrel jár. Ez a dallam néhány nap leforgása alatt letranszformálja a gyerekek konfliktusát, és nem lehet nem észrevenni a javulást a tanulás felfogó képesség területén. Az is megállapítható, hogy minden egyes hatás egymással szorosan összefügg.
Sok terhelt gyermek, terheltnek nevezett gyermek, csak nem mindegyiket két birtokvesztés és konfliktust szenvedett el, vagy már az anyamében, vagy a szülés után korai életszakaszban. Normál esetben minden gyermek pozitívan reagál erre a csodálatos dallamra, mindegyiknél meg lehetne kísérelni a konfliktusok letranszformálását. A MyStudent-en Mégyenről tudni kell, hogy Hammer doktor szorgalmasan gyűjtögette a tapasztalatokat, és egyik álmulatból esett a másikba, amikor ezek a tapasztalatok bejöttek. Rájött arra, hogy az a terhelt gyerekek, akiket pszichotikus tünetekkel, hát mindenféle intézményekbe bezárnak, gyakorlatilag a MyStudent-en Mégyennel gyönyörűen javíthatók, gyógyíthatók. Vagyis a MyStudent-en a szakterületét jelenti ezeknek a gyerekeknek. Egy olyan hatalmas szenzáció, hogy legszívesebben világá kürtölni az ember, írja Hammer doktor a könyvében. A Tübingenben csaknem egy éven keresztül a terhelt gyerekek osztályán dolgozott, és a diagnózisok mindig áldiagnózisok voltak, hogy kora gyermekkori agysérülés, de ez igazi okot soha nem ismerték. És ez a helyzet sajnos azóta se változott. Hammer doktor viszont tudatában van annak, amiről beszél. A grafikon tehát, amit itt látunk, bemutatja, hogy a dallam hallgatása során mi történik a szervezetünkben. A dallamnak is van egy konfliktus aktív szakasza, itt látható az első vonalik, majd következik a megoldási szakasznak az exudatív fázisa, az epileptoid krízise és a hegesedési fázisa. Így látjuk alatta ezt a görbét is. És ha hallgatjuk a dallamot, és nézzük ezt a képet, akkor érzékeljük, hogy gyakorlatilag valójában a dallamnak a vonala az egy az egyben követi a Hammeri iránytű. A MyStudent-en Mégyen című könyvről egy külön webkonferencián tartottunk, mindenkinek ajánlom, nézze meg újra, és a többi részletet ott megtalálja. Itt néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon lényeges, hogy a beteget megnyugtatja. Tehát megtöri a mindenfajta pánik átkát, ahogy Hammer doktor szó szerint írja. De a konfliktus aktivitást nem fogja megszüntetni. Viszont aki pánikban van, mert többféle programot is futtat, és végre meg tud nyugodni, az egy gondolom egy nagyon, de nagyon jó dolog. Aztán megakadályozza a konfliktus recidíváknak a becsapódását, kivéve optikai sín. Ezért javasolja Hammer doktor, hogy minden éjjel legalább éjszaka menjen ez az egész arhaikus varázsdalom. Nagyon halkan, de tényleg nagyon halkan, éppen csak, hogy hallható legyen, és folyamatosan. Mert akkor az éjszakai konfliktus recidívák elmaradnak. Ugyanis az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között, tehát az álmok gondoskodnak arról, hogy a recidívákat újra megéljük. Visszajelzés az is, hogy akik elkezdik hallgatni ezt a csodálatos dallamot, elkezdenek ismét álmodni, és nem mindegy, hogy az álom hogyan fejeződik be. Vagy úgy, hogy felébred és rádöbben arra, hogy ez már rég elmúlt és nem valóság, vagy pedig úgy, hogy az álomban, magában az álomban egy más kimenetelű lesz a történet, mint ahogy volt az valójában. Az aktív rákot megállítja, anélkül, hogy megoldaná, ezt nevezi Hammer doktor Missing Link-nek. Ez egy valami elképesztően csodálatos hatás. Még egyszer, hogy az aktív rákot megállítja. Erre jövő héten is ki fogunk térni, mert már a jövő heti webkonferencia anyag is elkészült. Tehát egy nagyon lényeges dolog egy daganatos beteg számára az, hogy tudja, hogy hallgatja a MyStudent-en Mégyent,
és a daganat benne nem fejlődik tovább. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikusan jó ilyen. Ha a csiralemezek szerint nézzük meg, hogy hogyan hat a Maestro-Dentermékhen, akkor láthatjuk, hogy a kortikális konfliktusokat letranszformálja. Tehát a külső csiralemezhez tartozó konfliktusok, elválasztási konfliktusok, birtokkonfliktusok, motorikus, mozgással kapcsolatos konfliktusok, érzékszervi konfliktusok, ezek mind-mind le lesznek transformálva, vagyis csökkenni fog a konfliktus aktív szakaszban a konfliktus tömeg, és ebből adódóan a megoldási szakasz már nem fog zajos tünetekkel járni. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a két oldalon megjelenő, az agykérek két oldalán egyszerre jelenlevő birtok konfliktus, tehát agykéri konfliktus megváltoztatja a beteg viselkedését. Ugye ezt nevezik konstellációknak. És a konstellációkban segít pontosan a mérleg kiegyenlítődésében. És ezt láthattuk itt ennél a gyermeknél is. Kiegyenlítette a konfliktusoknak a becsapódását, kiegyenlítette ezeknek a hatását, mármint mellékhatását, és a gyerek elkezdett normálisan fejlődni. További még hat csodálatos hatása van ennek az archaikus dallamnak, de ezt tessenek megnézni a weblapunknak a felkeresésével a drbudaigermánygyógytudomány.hu weblapon, vagy a germánygyógytudomány menüpontban, vagy a saját videókban, vagy pedig a saját YouTube csatornánkon. Ez újra nézhető. Itt csak utaltam néhány nagyon fontos dologra, amelyek szükségesek a megértéshez. Szintén ismétlésként szeretném tudatosítani, hogy konfliktus aktív fázisban mit csinál ez a dallam. Tehát olyan konfliktusoknál, amelyek még nem jutottak el a megoldásba. Mit csinál? Ha kortikális a konfliktus, tehát amit az előbb mondottam, ezeket letranszformálja. Ezt látjuk itt alul a rajzon, a letranszformálás. Láthatjuk, hogy a kék mező a dallam bevezetése után jelentős mértékben hát területileg csökken. De tudnunk kell, hogy a belső csiralemez, vagy a középső csiralemez programjainál viszont leáll a sejtszintű szaporodás, vagy a további sejtvesztés. Ez nagyon lényeges. Arról van szó például csontoknál, vagy ízületeknél, hogy a sejtvesztés már patológiás csonttöréshez vezetne. Leáll a csontékodás magyarán. Ugyanakkor az endodermális szeleteknél megoldódik a sejt további növekedése, vagyis nem nő tovább a prosztata, a vastagbélrák, a mandula, a gyomorrák, sőt nem nő tovább a régi mezodermális programnál az emlődaganat sem. Konfliktus aktív szakaszról beszélek. És mi történik a megoldási szakaszban? Hát valami csodálatos dolog történik, hiszen azt látjuk, hogy ha megoldási szakaszban tesszük be a Maestro-Dentern méhen, akkor optimalizálja a gyógyulási szakasz kifutását. Először is megakadályozza ugye a konfliktus recidivákat, kivéve optikai sín, és amint látjuk, áttolja a gyulladásos tüneteket az epileptoid krízisen, hogy mielőbb a program a végére eljusson. Természetesen, hogy egy csontnak a visszaépítéséhez idő kell, és ugyan fájdalommal fog járni a csont szindróma is, de csak addig fog fájni, ameddig feltétlenül szükséges, és tudjuk azt is, hogy a fájdalom elmúlásával a gyógyulási szakasz befejeződik. A fájdalomnak az az értelme, hogy akinek ízületi csontfájdalma van, az maradjon nyugton. Legyen szíves, ne tornázzon. Az ne akarjon diétázni, az minden szükséges fehérjét igénybe a szervezetébe, hogy gyógyulni tudjon, és pihenjen, és készüljön föl a gyógyulás utáni szakaszra. Továbbiakban ezt nem szándékozom részletezni,
utalok még egyszer a már meg a már leadott webkonferencia anyagra. 2014. március 3-án jött a legutolsó jelzés a lengyel barátoktól. Júlia egy tehetséges gyermekeknek való iskolába jár, olyan gyorsan tanul és olyan tudásszonggal rendelkezik, hogy a tanárok azt mondják, hogy egy ilyen tehetséges gyermek inkább gimnáziumba való. És oda szeretne menni Júlia is. A szülők mindezzel egyetértenek, úgyhogy készen áll a terv, hogy Júlia gimnáziumba megy. Kellhetetlen ez a fejlődés, hogy nulláról a 7. osztály szintjére felfejlődik Júlia. Ez meglehetősen szokatlan eset, de itt nem egy egyszerű csodáról van szó, hanem a másodmentem nyitjen és a GMM-nek szisztematikus csodájáról van szó. És lehetővé vált a beteg gyermek millióinak az ingyenes gyógyítása. Júlia hosszú évek óta mindig visszatér erre a helyre, amit itt látunk ezen a fényképen. Itt táncol, és érthetetlen hangokat hallat, akkor azonnal felébred bennünk a nyomozói ösztön. Valami különlegessége kell, hogy legyen ennek az egyébként jelentéktelen helynek. Természetesen azonnal az jut eszünkbe, hogy egy gyermek mindig a bántalmazásával kapcsolatos első konfliktusára van fixálva. Azt is tudjuk, hogy Júlia abban az időben, amikor a gyermekek beszélni tanulnak, akkor szenvedte el a pszichózist. A garázs közvetlenül a szomszéd határ mellett helyezkedik el. Egy szemét alak lehetett, akinek valami rossz jutott az eszébe. De mi történik, ha Júlia esetleg meg tudja majd mondani, mit jelent számára ez a hely, és melyik személlyel áll kapcsolatban? Jó kérdés. A germán gyógytudomány, amit látjuk, alap a megértéshez, hiszen rámutatta arra, hogy a betegségek nem a statisztikai adatoktól függnek, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, attól, hogy a konfliktus aktív szakasz milyen hosszú volt, és a sínek pedig meghatározzák, hogy milyen klinikai lefolyást fogunk tapasztalni. A konfliktusok halmozódása pedig meghatározza a személyiségünket, viselkedésünket, hangulati változásainkat. Tehát a fel nem oldott konfliktusok feltárásával és megoldásával valójában az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. Aki hajlandó időt szánni a germán gyógytudomány megismerésére, az rájön arra, hogy ez tényleg tudomány. Miért tudomány? Azért, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Tehát nem a véletlen művel, hogy valaki meggyógyul, vagy nem. Nincs benne olyan, hogy egyeseknél így lesz, másoknál meg amúgy. Nincsenek úgynevezett spontán gyógyulások, csodás esetek. A csoda mindig bennünk van, a kérdés az, hogy hajlandók vagyunk-e időt szállni az öt természettörvény felismerésére, logikájának megértésére, és hajlandók vagyunk-e érzelmileg megoldani mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Ne felejtjük, ez fogja a sineket eltüntetni. Ha nem érzelmileg oldjuk meg, akkor szenvedhetünk tovább okosan, avagy tudományosan. Nagyon szépen köszönöm, Karász, ezt a fantasztikus előadást. Most pedig következzen a fórum. Azt gondolom, hogy ez a ma esti esettanulmány nagyon sok témát felvetett, és rengeteg kérdést felvetett bennünk, és szeretném a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani azt, hogy a most következő fórum részben készüljenek elő a kérdéseikkel. A kérdéseket ajánlatos egy szövegszerkesztőben röviden megfogalmazni, és majd bemásolni ide a chat mezőbe.